Üdvözlök mindenkit ebben a kis Café Terminál nevezetű kávézóban, amit így összedobáltam gyorsan. Gyorsan elmondom, hogy miről szól ez a dolog. Fejlesztő vagyok, nagyon szeretem a kávét. Szerintem sok fejlesztő van ezzel így. Lusta is vagyok. Ezért szeretném, hogy elkészülne a kávé, miről odaérek a kávéfőzőhöz. Na jó, ez igazából ezzel adom el általában ezt a projektet, ez annyira nem vagyok lusta. Ez a projekt ez azért készült, mert ez egy nagyon könnyű projekt, nagyon könnyű vele sikereket elérni. Nem csak azért, mert a végén kapsz egy kávét, hanem egyszerűen nagyon egyszerű kis alapanyagokból, nagyon egyszerű szerkezetekből, nagyon egyszerű programnyelvvel nagyon gyorsan tudsz egyfajta IoT projektet elkezdeni. De gyorsan menjünk végig, hogy mi kell hozzá. Kell hozzá egy kávéfőző. Esetünkben ez egy kb. 30 éves Szajkó kávéfőző, nem viccelek, nagyjából egy órával mielőtt idejöttem, vízkötlenítettem, mert egy év állt a pincében. 15 báros nyomással, semmi speciális kezelőfelület nincs, mint a mellette található gépen, hanem csak egy kibekapcsoló gomb, illetve van benne egy termosztát, ami nagyon jó dolog, mert nem robban az arcunkba, hogyha elkezd melegedni benne a víz. Illetve ez a termosztát begyújt egy kis lámpácskát, amivel láthatjuk, hogy készen áll a kávéfőzésre. Kell hozzá egy mikrokontroller, én egy Tessel 2 nevezetű kicsi kütyűt választottam. Ez nagyon jó dolog, mert támogat Wi-Fi-t, van rajta két USB port, két modult lehet rákötni, és nagyon egyszerű, sima JavaScriptet futtat, így natívan. Ez lesz a kávéfőzőnek az agya. Azért ezt a mikrokontrollert választottam, választottam volna egy csomó mást is, de itt a cél az az igazából, hogy minél egyszerűbb legyen átlépni a hardware világba, én szoftverprogramozó vagyok, és kicsit frusztrálva érzem magam ilyenkor, hogy valami új dologba kell fognom, amit meg tudok fogni kézzel. Minél egyszerűbb ez a dolog, annál könnyebb lesz sikereket elérni, és annál jobb tanulási élményt tud ez nyújtani. Kellenek modulok. Kell egy környezeti szenzor, ez azt tudja csinálni, hogy a változásokat érzékeli a hang, illetve a fény mennyiségében, ami a környéken található. Amennyiben ezt a változást egy bizonyos mértékig eléri, küld egy eseményt, amit én el tudok kapni. Ezzel fogom ellenőrizni, hogy főzhető a kávé. Nem a legjobb megoldás, pedig igazából egy kis lámpának a fényét fogom érzékelni. Be kell kalibrálni, nem túl pontos. Cserébe gyorsan megvan, és még egy dolgot elérünk vele, a kávéfőzőnek a 30 éves elektronikáját és a relatíve új mikrokontroller elektronikát teljesen függetlenítettem egymástól, így ha esetleg a kávészínű rosszalkodna, akkor nem fogja kivágni és megolvasztani a tetején lévő szilikont. Igen. Kell egy relé. A relé az gyakorlatilag egy szoftver által vezérelt kapcsoló. Ez a relé, ami ezen a kütyűn van, ez 230 voltot és 10 ampert tud kapcsolgatni egy 5 voltos jellel. Próbálkoztam gyengébb relékkel, az első alkalom, hogy bekapcsoltam a kávéfőzőt, megolvadt. A 10 ampert egyszerűen nem bírta, úgyhogy termeltem szemetet is sajnos. Ez kettő dolog relét fogok rá tenni használni, az egyik bekapcsolja a kávéfőzőt, a másik pedig elindítja a pumpát már amennyiben a kávéfőző készen a főzésre. Kell még víz és kávé, enélkül tényleg nincs kávét csinálni, megpróbáltam. Ha összerakjuk a dolgot, akkor kávé úgy néz ki a dolog, hogy az egész kávéfőző tetején van a mikrokontroller, a piros kábelekkel hozzá vannak kötve a különböző relék és érzékelők, van egy főkapcsoló, van egy pumpakapcsoló, itt van egy termosztát LED, amit fogok érzékelni, hogyha bekapcsol, a relénk pedig egy úgynevezett SaneSmart két csatornás relé, amit Kínában gyártottak, és nagyon jól működik. Hogyha az egészet összerakom, akkor egy ilyen kávéfőzőt kapunk itt mellettünk, amit úgy néz ki, mintha asszimilálta volna a Borg. Borzasztóan néz ki szegény. Tényleg csak erre használom, hogy túrnézok vele. Maga a szoftver, ami mögötte van, említettem, hogy Tessel 2-es kis mikrokontrollert használok. Ez JavaScript-et, illetve Rustert tud futtatni már, amennyiben ez valaki izgalomba hoz. Nagyon jó terminálos céli eszköztár van hozzá, simán csak NPM-mel föl lehet tenni, ugyanúgy NPM-ben megtalálhatóak a hardware moduloknak a kis kezelő moduljai hozzá. Node 6-os futtatókönyvet tudtak rátenni, ennél többet még nem próbálkoznak vele, ezek miatt valószínűleg transpálni kell majd a szoftvert rá. És tud saját Wi-Fi-t csinálni, ami nagyon jó dolog, mert nem kell más Wi-Fi-re hagyatkozni, és rá tudok csatlakozni, mint a számítógépen, és most éppen az ő Wi-Fi-en lóg. Nagyjából így fog kinézni a dolog, bekapcsolom a kávéfőzőt, kapcsolatra kész, a kliensem a számítógépen küld egy jelet, a kávéfőző bekapcsol, felmelegszik, lefőzi a kávét, amennyiben kész áll a fölmelegedés, szól a kliensnek, az kilép, és a kávéfőző pedig lekapcsolja magát.
És a végén az egész egy nagyon rossz szóvicből indult, a futtatás, én úgy gondoltam, hogy erre még fájt fogok használni, és én nagyon egyszerűen tudok venni egy parancsot, hogy még kaffi. Hát amit most megpróbálok bemutatni. Melegszik. Én mondtam Robinak, hogy ez sokáig fog tartani. Bocsánat. Ott melegszik. Megvárjuk, hogy megkapcsolja ez a szerencsétlen kis lámpácska. Közben lehet kérdezni? Közben lehet kérdezni. Lehet, hogy egyszer csak elkezd főzni a kávéfőző, ne ijedjetek meg. Otthon mindenki megijed, fél család megijed a kenyérpirítótól, amikor kidobja a kenyeret, én nem értem. Szóval a kérdés addig van. Sima rally-szakmány, vagy solid state rally? Solid state rally. Igen, hát. Tehát nem. Egyébként megittad azt a kávét egyszer is, amikor az... Igen. Ezt az előadást őszintén először Manchesterbe vittem el, ahol rájöttem, hogy nagyon kevés sok kávézó van a városban, mindenki teázik. Úgyhogy a konferencia előtti reggelen tulajdonképpen ezzel csináltam magamnak egy kávét, és tökre jöttem, hogy működik, neki is próbáltam. Nagyon sokáig tart neki a fölmelegedés, mert tele van vízkővel. Tehát konkrétan én most mézkövet melegítek. Ott volt egy kérdés. Mennyi a követ teszel kettő? Teszel kettő, kb. 40 dollár. De lehet, hogy azóta mellement az ára. Viszont a SaneSmart relé az egy teljesen generális, egyszerű, digitális relé. Nagyon egyszerű volt megírni hozzá a szoftvert a teszelre, főleg ilyesben, hogy nagyon jól bővíthető. Az is lehet egyébként, hogy már rég felmelegedett, csak ez a szerencsétlen, hogy nem érzékelt vele. Nem, még mindig sötét. Mondtam róla, hogy ez sokáig fog tartani. Volt egy kérdés, igen. Ja, hogy valami olyan cél, hogy így összekösd az ébresztő órát, de hogy este csak egy ébresztőt kell beállítani, és akkor automatikusan a főzően. Simán meg lehet csinálni. Igazából lesz ennek folytatása, én lehet, hogy eddig folytatom gyorsan. Egyszer majd lefőzi magát. Befejezésül gyorsan pár dolog. Miért jó ez? Belevágni egy ilyen projektbe sokkal könnyebb, mint az ember gondolná. Nem kell megijedni, van dokumentáció, van közösség, lehet kérdezni egymástól. Nagyon-nagyon vicces dolog. Viszont azért az ember ne vegye mikrokontrollert, hogy rajta virogtassa a ledet, mert akkor megkapja otthon a feleségétől, hogy ez is csak egy drága játék volt. Úgyhogy érdemes belevenni egy olyan problémába, ami ott van a környékedem, és tényleg megoldasz vele valamit, mert akkor az a probléma megoldás hajtani fog, hasznos, vagy egyszerűen csak nagyon szórakoztató, mint szétperelni egy öreg kávéfőzőt, ami lehet, hogy már soha többet nem fog működni. És a végén saját tapasztalat érdemes belevágni, mert ami utána jön, ez az a gondolkodásmód, hogy mit lehet meghekkelni, hogy ott tegyünk oda egy szervomotort, hogy ott tegyünk egy relét, hogy meg lehetne azt csinálni. Az tök jó utána. Tehát valószínűleg elkezdesz ezen gondolkodni, mert így fogod látni a dolgokat, úgyhogy simán érdemes belevágni a nagyon egyszerű dolgokba. Köszönöm. Kérdés. Neked mit szok hozzáválasztani, hogy kávét csinálni? Nagyon támogatott, ő is nagyon szereti a kávét, de idő után vettünk egy normális kávéfőzőt. És ha most nem fog működni, akkor az is mindegy, hogy technóbb becsülhetetlen, akkor befejezi a kávét, és most lehet? És most elindítottad, hogy bezárul a felület, akkor nem. Akkor elveszti a kapcsolatot a kliens és a szerver, lekapcsolja a reléket, és ennyi. Igazából így hagyhatjuk, és akkor miért? Ez nem kávét, szegény. Van még kérdés? Igen. Hogy kommunikálnak egymással? A Essel a tetején megcsinálja ki saját wifi hálózatát. Én nagyon egyszerűen itt rácsatlakozok a Mac-en. Ezt most nem tudom megmutatni, de az ő wifi hálózatán lógok. Bárki más is felcsatlakozhat a gondolra. Jó kis társaság. És utána pedig látom az ő IP címét, felcsatlakozok rá a WebSockettel, és küldöm a csomagokat, hogy csináld ezt, csináld azt, ő pedig küld vissza válaszokat, hogy kész vagyok ezzel, kész vagyok azzal. Nagyjából olyan. De csinálhatnám IPFS-sel is egyébként, ez a következő része dolog.
készülök jönni. Utolsó. Akkor átcsatlakoztál a termosztátra is, ha jól értettem? Csak honnan tudod, hogy készen van a dolog? Igen, nem. Az úgy néz ki a dolog, hogy amikor a termosztát úgy érzi, hogy lehet főzni kávét, akkor ő itt begyújt egy kis lámpácskát. Na most ezt leszedem ezt a ragasztó szarabot, mert azt tartja ott ezt a cuccot. Közben már a jó ég tudja, mi történik. Na jó, nem mondom sikeresnek a demót. Szóval a lényeg az, hogy a termosztát bekapcsol egy lámpát, hogyha elég meleg már benne a melegítőszál, meg hogy felmelegítette a vizet, és a szenzormodul ezt a lámpa fényt érzékeli. Meg lehet ezt volna csinálni, mondom úgy is, hogy érzékelem, hogy van valami áram a LED felé, de akkor meg valahogy össze kellett volna kötnöm az áramkörét a kettőnek, és én nem bízok benne. Azért az a 40 dollár az mégis a 40 dollár. Úgyhogy maradtam ennél a megoldásnál, hivatalosan azt mondom, hogy elgeppeltem a két áramkört. Ezzel szoktam magyarázni. Jó. Köszönöm szépen.